Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a most látható műsor kulturális sokkot és utazási rohamokat okozhat, megtekintését minden korosztálynak ajánljuk. Sziasztok! Hatalmas nagy szeretettel köszöntelek benneteket. 2023. április 30-a van. Április utolsó napja, holnap már május, és délután 3:30 van. És én éppen kifelé tartok Debrecenből. Lesz itt nálunk valami nagyon-nagyon fontos foci meccs, mert legalább 50 rendőr volt már itt ezen a 200 méteren, amennyit még ma jöttem. Következik az egyik legforgalmasabb kereszteződés a reggel és a délutáni órákban. Itt átmegyünk a körforgóba. Ott épül a külföldi diákoknak a modern szállás. A Debreceni Egyetemet már éppen nem látjuk. De szóval itt töltöm a kevés szabadidőm sok részét. És akkor ott egy picit felbukkan nekünk az egyetem, ott hátul. Jaj! Én pedig szépen megyek ki a nagy erdő felé, és kelet irányba el fogom hagyni Debrecent. És csak hogy csigázzam a kedveteket, haza se jövök ma. Nem véletlen mutattam meg nektek az egyetemet, meg beszéltem róla, ugyanis ennek a mai röpke utazásomnak kettős célja van. Egyrészt, hogy kivonulok a világból tanulni egy kicsit, vissza az anya természet lágy ölére. A másik pedig az, hogy felszerelést fogok tesztelni. Illetve van még egy harmadik az, hogy kikapcsolódom egy picit, mert az idén még nem voltam sehol. És hogyha kérdezitek, hogy miért van ilyen vastag kerék elől, akkor ezért, mert olyan itt a gazdag negyedben az út, mintha valami földút lenne. Elméletileg lehetnek meghívott vendégművészek a mai műsorunkba. Itt fent. Tegnap azért nem jöttem, mert egész napra mondták az esőt. Hát 7 ágira sütött a nap. Még annyira, hogy kimentünk sétálni egyet. Úgyhogy mai nap jövök. És pont, hogy valaki ezt meghallott, hogy ma este akarok jönni, nyilván most mondják az ivatart. Hát most úgy döntöttem, hogy bizakodom, hogy nem fog esni az eső, mert éjszakára nem mondják meg, holnap is jó időt mondanak. Jön a munka ünnepe, de május 1-e az csak napos időben lehet, hogy legyen felvonulás, meg parádé. Még itt a mellékutakon jövök, mert itt futballmeccs van a stadionban, és azért vannak annyian. Hallottam az óbígatást. Na, így néz ki a bringa oldalról. Megmutatom már nektek. Ez itt a sátor, az új sátor. Ez itt az új termosz, benne teálva. Ez itt az új táskám. Annyi kacatta, hogy csak na. Az egész, ez egy nagy hálózsák. Ennek a fele a drón, ennek a fele a kávéfőző, nehogy valaki megsértődjön, hogy nem lesz kávé reggel, és ez pedig az előző jelenet óta eltelt 6,5 perc, hogy elkezdett esni az eső, nem is kicsit, de úgy látszik, olyan hosszú életű nem lesz, mert itt látjátok, gyakorlatilag a fejem felett van csak. valami nagyon esik, hogy nem akar ez most összejönni, de most én olyan makacs leszek, mint egy összér. Körülbelül egy óra elteltével elhagyom Debrecent, és itt tőlem balra láthatjátok az egyik újonnan épült nyomornegyedet. Ez itt teljesen ilyen elkerített. És hát ez, ha mit tudom én, azt letennének ide téged, így csukott szemmel, és azt mondanák, hogy ez valahol Hollandia, vagy Belgium, vagy ilyenek, Németország, akkor te ezt simán elhiszed.
A gyanút azt kelti, hogy nincs lenyírva a fű az út szélén. A baromi jó hely, voltam már bent. A nagyon modern házak. Ez pedig a híres neves Acsádi út. A felhők pedig mennek tovább arra nyugatra, ami nekem tökéletes, mert én meg keletre megyek. És akkor, hogy most végre van alkalmam beszélni, akkor az előbbi esőszünetben mutatott felszerelést fogom tesztelni, kipróbálni, mennyire praktikus, mennyire élhető arra az 1-2-3 hétre, amire használom. Ezt a gigantikus méretű hálózsákot, ezt csak azért hoztam, mert hát éjszaka nem lesz túl meleg, illetve meg főleg hajnalba. Úgyhogy ennek érdekében most ebbe fogok takarózni. Most vár rám egy pár kilométer aszfalt, de a túra egyharmadát viszont földutakra terveztem. Ez a kisvasút, a Zsuzsi vonat, aminek ez egy ilyen fantázia neve, de ez megy ki arra a helyre, a hármas segyre. A kisvasút végállomásánál fogok én is elérni a mai utam végéhez. Egyébként nem lesz csak egy 20 pár kilométer az egész. Úgyhogy itt megy végig egyébként, hogy holnap május 1-e van, említettem még a film elején. Igen, sokan lesznek, de hát mire a tömeg kiér, én addigra pont, hogy haza, mert pont ez volt már a bajom Debrecenben, nagyon szeretem, csak sokan laknak benne. Hogy ez itt a panoráma út, ahol éppen én most jövök. Hát, hogy mitől panoráma, azt nem tudom, hogy ki adta neki ezt a nevet, mert sok kilátás nincs. Az elmúlt évtizedekben nagyon-nagyon benőtt a növényzet, de egyébként sincs mit kilátni, hiszen teljesen sík. És hát a gyerekkorunk nagy részét ezen az úton edzettük, aminek a minősége az egyre rosszabb. És egy picit, egy pár kilométer erejéig ki fog menni majd a 48-asra. Az forgalmasabb lesz, és onnan lesz egy földutas szakaszon be a kisvasútnak a végállomásáig, és akkor ott keresek valami táborhelyet. Hát ötletem van egy-kettő. Kijöttem a főúthoz. Hát ezt most nem fogom nektek közvetíteni. Majd, amikor rátérek a főútra, akkor itt van, balra megyek, Nyirábrányi és Vámospécs, illetve a román határ felé. Kértem, ott van hármas hegy alja, vasútállomás 4,7 kili, itt az országos kék túra. Na jó, ki van táblázva, 124 méteren vagyok éppen, és akkor innen teli szemben nappal jöttem ebből az irányból. Ott szerencsére nagyon sok helyen van ilyen szervízút, ezt most csinálták meg nemrég. Arra kell menni a határhoz, és itt kell nekem bemenni az erdőbe, itt ez még régen működött, ez a csárda, teljes pusztulat, úgyhogy innentől jön a földutas rész, amit nem is bánok, nagyon-nagyon ellenszeles volt az út, meg nagyon forgalmas, úgyhogy innen remélem csend lesz, meg azt is remélem, hogy kutyák annyira nem lesznek, bár készültem belőlük is. Hát így emlékeimben könnyebbnek tűnt, annól jöttünk ki, de hát ilyen homok van. Full teljesen olyan orkán szembeszél, mint az állat, és így van a homok, mutatom nektek. Teljesen ez a nyírségi homok így elássa a biciklit. Viszont ott a fák mögött már látom a kilátót, szóval, hogy az irány jó. Hát nagyon kegyetlen, tehát hogy egy métert nem tudok egyenesen menni, így ugrál a bicikli alattam, úgyhogy megdolgoztat itt ez a pár kilométer. De reméljük megéri. Minden, a lényeg az, hogy a vihar az elmegy arra, és 5:30 van. Egyszerűen ezt a 20-30 kilométert nagyon sokáig tart legyőzni. És most emelkedtem, és most egy picit lejteni fog, de egyébként így a tévén úgy néz ki, mintha ez nem olyan gáz, de higgyétek el, hogy így ebbe hanem egy bokáig elsüllyedsz. Na hát innentől tolós a dolog, ahol itt vannak ezek a nyomok, az a lábamnak a nyoma. Mert hát teljesen, most egyébként itt nem látszik, de ha felülök, akkor teljesen, tehát hogyha most lépek egyet, látod, ilyen mély nyomot, hogy ez ilyen 10 centi, ez a nagyon finom tengerparti homok, tehát így abszolút süllyed benne a bringa.
Hát hosszas, gyötrelmes tolás után kértem egy konszolidáltabb földútra, már a térkép szerint mindjárt ott vagyok, van egy tó is, úgyhogy megérkeztem. Ez itt a hármas hegy, ami Debrecentől egy 20 kilométerre van kb. És hát földúton kell jönni, ami egyébként mondjuk üres biciklivel szerintem annyira nem olyan gáz. Jaj! De viszont így súllyal igen. És akkor itt is van, meg is nézzük a térképet. Ott jönnek a népek, onnan jönnek visszafelé a tótól. Na szóval innen átjöttem egész végig. Itt jöttem egyébként ki, és itt jöttem le. És volt egy olyan tervem, hogy itt jövök, de hát ezeken a földutakon ez annyira ilyen sivatagi homok, hogy egyszerűen menni nem lehet benne rendesen, nem hogy tolni a biciklit, meg biciklivel menni így súlya. Szóval lejöttem itt, kijöttem a főúton, majd itt a kék túránál jöttem be, és akkor itt a hármas hegy alja. Kijöttem a tóhoz, itt mellette lenne egy nagyon jó hely, ott csak hát ott vannak sokan, a kilátónál is vannak. Úgyhogy én megyek tovább a Kisvasúthoz, illetve annak a végállomásához. Ott is van egy kilátó, illetve ott is vannak ilyen kiépített helyek, aztán hát nagyon remélem, hogy azért már úgy alakul az idő, úgyhogy lassan-lassan el fognak szivárogni. Na, megérkeztem. Hát nem volt egyszerű, mert ilyen homokba jöttem ki végig az országúttól. Úgyhogy itt vagyok, itt a kilátó, meg ez itt a látogató központ, hát ez most nyilván be van zárva. Ez egy nagyon jó játszótér, ott is van ilyen fedett hely. Hát ide jöttem, itt van asztal, hoztam kaját, fogok enni, itt ilyen jó svájci nosztalgia módra tudok hintázni, úgyhogy itt lesz a sátor. Még egyébként azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy én ide fogom leütni a homokba, mert baromi jó puha a talaj, úgyhogy, ja, nagyon nagy a szél, az a baj, és este 6 óra van, és ahol volt itt az a tisztás, ott nem kameráztam, mert eleve két kézzel alig bírtam fogni a kormányt, másrészt pedig, hát teljesen kikészültem, annyian voltak, mint az állat. Úgyhogy még ugye jöttek piknikezni, hát holnap ugye május elsője van, mondjuk hál' Istennek sátrat senkinél nem láttam, úgyhogy ők szépen haza fognak itt kóvályogni majd. Itt is vannak padok, és akkor megmutatom a kisvonatnak a végállomását, amit egy jó pár idővel ezelőtt láttatok. Ugye itt a sín, ez már most nagyon ki van építve ám, ezt úgy képzeljétek el, itt van a kis vonat, ide jön ki, itt visszafordítják, és akkor innen megy vissza Debrecenbe. Közben szokásosan teljesen szétpakoltam. Hát azért akartam ennyire igyekezni, mert itt az új sátor, amit tulajdonképpen életemben most rakok össze először. A szobában annyi, hogy kibontottam, és akkor ez már ilyen kétszöveges, tehát hogy két ilyen íve van, és hát ugye nagy gond azzal az is, hogy például még ilyen beton részre nem tudod föltenni, mert ez így nem áll meg, tehát le kell szúrni elől hátul, és akkor arra fog még rá jönni a ponyva. De viszont hát láttátok, hogy nagyon kényelmesen elfér ott elől a koskormány között. Hát baromi szép idő van, és gyerekeket hozok vizet. Érted? Hozok vizet, veszek egy liter vagy másfél liter vizet, és tessék, ja, hogy nem ivóvíz, azt a mindent, én csak itt ezt a részét láttam, hogy ivóvíz, akkor viszont ügyes vagyok. Padok le vannak fúrva, csak nem ott tanyáltam le, mert ott a kamera fent a sarokba, és teljesen rálát. Viszont, amit még nem mondtam, hogy volt osztályommal, mi voltunk itt kint, és az erdésznéni, aki minket vezetett, én már egy évvel ezelőtt tudtam, hogy én itt fogok egyszer aludni, és leboltoltam vele, és most írtam neki, és azt mondta, hogy egész nyugodtan alhatok. Elkészült a nagy mű. Hát így néz ki. Be is pakoltam már gyakorlatilag mindent, így bicikli itt lesz mellettem szépen. Hát azért elég nagy ez a sátor, én azt gondoltam, hogy kisebb lesz. De egyébként most egy elsőre picit macerásabb volt összerakni, mint a másikat.
De hát még lehet, hogy kisebb. Annyi, hogy ugye ennek ott a legmagasabb pontja elől, míg a másiknak itt ez a boltíves része miatt itt a közepe volt, de azért elég jól el lehet ebbe férni. Én azt gondoltam, hogy alig fog beférni a táska erre fel. És azért így megnézitek, akkor így bőven. Mondjuk annyi, hogy a másikban a ketten is tudtunk aludni, hát ez viszont tényleg ilyen full egy személyes, így minden együtt. De teljesen baromi jó, az itt egy kicsit lötyett a teteje, de még majd gyakorolom összerakni. Hát abszolút jó. 28 ezer forint volt. Az nehezítette egy picit, hogy a szél nagyon fúj még most is. Úgyhogy ennyi. Egyébként ott is van kamera, most látom. Úgyhogy meg leszek itt figyelve az éjszaka. Megfőzöm a vacsorát, aztán nekiállok tanulgatni. Főztem hajnal teát, nem lesz túl meleg az éjszaka. Kabátot nem hoztam. Ez egy gyönyörűen megy le a nap ott a fák között, a fenyők között. Párna méretű hálózsákot fogom letesztelni, hogy milyen. Úgyhogy nagyon ajánlom, hogy ne fagyjak meg benne. Ott lehetett volna még lenni. Esőt nem mondanak, hát itt se nagyon leszek nyilkos hajnalra. Ott ilyen kavicsos cucc van alatta, aztán az azért az kényelmetlenebb. De hát ez itt egy fantasztikus hely. Itt így végig. Egy ilyen romantikus estén nem is lehetne mást enni, mint egy jó babgulyás lecsókolbásszal. Hozzá pedig földi magyarú. Ez lesz a desszert. Gyerekek, ott szalad a róka. Figyelj! Ugye annyira nem is izgatta magát. Hát egyet fogok még tenni. Figyelj, itt jön a róka. És jön vissza, nézd meg, figyelj. Itt jön. Figyelj, ott jön. Ott. Ott megy, úgy. Nem is olyan kicsi. Nézd meg. Ott van a ravaszdi. Ott megy. Betoljok. De egyébként bármire előjöttem a kamerát, már arrébb ment, de vagy 3 méterre álltunk, így farkas szemet néztünk. Sziasztok! Este elfelejtettem elköszönni tőletek. Azon röhögtem, hogy annyira elszoktam a filmezéstől már. Így kimaradt egy pár hónap, főleg az ilyen kintalvós filmezésektől, hogy itt éjszaka gondolkodtam, hogy ezt elfelejtettem. Hát, mert fenn vagyok egy ideje, most rászántam magam, hogy kimászok, mert nagyon hideg van. 5:30, mutatok egy képet így világosba. Íme. Ilyen éjfélig tanultam, picit talán még tovább is. Aztán már most mindenképp szedelőzködök, mert ma van program. Összerakom a cuccost, aztán elindulok vissza, mert még mire innen kitolom az aszfaltig, az egy jó kis idő lesz. Mit láthatok az előző jelenetben a drónt, képzeljétek el, oda csaptam a fához.
egyszer jártam még így az elején, de az nem volt annyira brutál. Beakadt a fába. Utána megkergült, elindult erre, de mint az állat. Próbáltam irányítani teljesen esélytelenül, aztán picit annyit tudtam rajta, hogy beakadt a másik fába, mielőtt elment volna a francba, és itt lezuhant ott szembe. 20 percig kerestem, hogy hol van a tökigérő gazba. Össze-vissza volt hajolva. És nem hiszitek el, semmi baja. Este kipróbáltam, működött. Hát, hogy a szélbe. Kicsit a szél megdobta, aztán beleakadt az ágba. Hát, kegyetlen. Hát, mondom, nem hiszem el. Hú, úgyhogy így jártam még az este. Aztán befeküdtem. Na most kezd megint. Éjszaka nagyon-nagyon sokáig ment a szél, míg mint a madarak elhallgattak azután is, és egész éjszaka fújt a szél. A kutyák úgy ugattak arról, meg arról, mint az állat, de szinte ilyen hajnal egyig, és attól nem nagyon tudtam aludni, azért mondom, egy picit bennem voltak arra, hogy most ezeket itt kiengedik éjszakára, ezek itt rám szabadulnak, úgyhogy nem igazán örültem volna neki. Egyébként van nálam kutyariasztó, azt is hát hoztam tesztelni, a Deezer 2-est, mondjuk nem szeretném, de ha muszáj, meg hát paprikaspré is van. Szép tiszta idő van most reggel, lefőzöm a kávét, pakolok, aztán megyek haza, mert kb. Egy óra még innen kiszenvedem magam, még egy lesz hazáig. Tegnap egyébként 30 kilométert jöttem, úgyhogy lesz egy olyan majdnem 60. Sátornak ült helye. Hát egy 15 perc alatt, hát nagyon max 20 alatt kényelmesen összerámoltam itt mindent. De amit látjátok, ennyi az egész. Ennyibe elfér, és teljesen jól lehet benne aludni. Hát mondjuk az egy napot ücsörögni kéne benne, az nem egy praktikus. Tehát elfért a két táska, én szeretem bevinni őket. Ugye ezt itt hagytam, de egyébként arról nem beszéltem. Ebbe egy esőkabát, egy esőnadrág van, meg a szerszámok vannak benne. Termoszt betettem a táskába, állva pont belefér. Úgyhogy én a húzatot direkt szoktam használni ilyen láthatósági okokból, meg ilyen kisebb dolgokat még oda bele lehet tenni. Hálózsák az tényleg az olyan volt, amit ráírtak, hogy mondjuk mínusz 10 fok nem volt, de hogy rendesen melegen volt benne, és ilyen 5 és 7 fok közt volt hajnalban az idő, úgyhogy baromi jól lehetett benne aludni. Alapjában véve ez teljesen jó éjszaka volt, ez, amikor a kutyák azok kicsit idegesítőek voltak az éjszaka, de nem volt velük semmi gond. Úgy néz ki az út, mintha olyan könnyű lenne rajta biciklizni, de mutatom, itt látod a nyomomat. Így, tessék. Így, de jó 10 centi. Így. Tehát, hogy alig lehet tekerni ebbe a homokba. Borzasztó kellemetlen ez a homok. Tehát, hogy ez nem földút, ez egy sivatagi homokszerű, iszonyat finom homok, és minden felé megy a bringa, csak egyenesen, nem pedig kimutatom, hogy van gumivastagság rendesen, de hát kegyetlen rossz. Úgyhogy én arra fogok menni. Hát azért még van, vagy 3,5 kilométer kifelé ilyen úton. Itt lesz egy füves rész a réten, ott rá tudok menni a fűre, ott lehet menni. Ami viszont jó, hogy hátszelem lesz. Elfelejtettem elindítani a rögzítést az órán, de nem ezért álltam meg. Csak mutatom, ha az ember készületlenül jön, akkor itt terám, mondjuk ott van egy tábla, de erre is van út, és erre is van út. 1, 2, 3, 4 fele lehet menni. Hú, megálltam kicsit szuszani, mert ez itt a tolós rész, mert abszolút, tehát még hogy így tolni is nehéz, össze-vissza kacsázik. Na, sikerült kikecmeregnem. Na, az utolsó tanyán volt kutya, vagy 8 darab, ebből ilyen 4 ilyen igen méretes. Úgy külsőre látszott rajtuk, hogy nem az állateledelboltból kapják a kaját,
Mondjuk láncon voltak, leteszteltem a dízet, hát úgy megültek. Olyan volt egy kis meglepetés, láttam, de ugattak kegyetlenül. Az utolsó ilyen 500 métert az teljesen tolni kellett, akkor a homok volt. Úgyhogy már most örülök az aszfaltnak, meg hogy rendesen van sebesség. És 7:30 van. Majdnem egy órába tellett kijönni abból a 4,5 kilométerből kb. Úgyhogy jó hely az, csak hát így kétkerekű járművek kicsit necces. És mutatom, hogy van emelkedő itt a nyírségben, a nyírerdőbe. És még a Zsuzsi vonatról egy gondolat, mert ott a táblát olvastam, csak már ott is voltak már korán reggel, hogy azért adtak abba az időbe, az 1880-as évekről beszélünk, nevet, vagy nevezték el a kis mozdony, mert akkor még nem volt az divatban, hogy számozzák őket. És azt nem lehet tudni, hogy ki volt a Zsuzsi, csak azt, hogy ezt adták neki. 1882-ben kezdték el építeni azt a kis keskeny nyomtávú vonatot. Közben már elnézést, össze-vissza lett ez a film, hogy tavaly június óta nem volt ilyen kintalvós filmem, azt hiszem. És elszoktam így a filmezéstől, hogy a gondolataimat sem tudtam úgy összerendezni. Hát ilyen tegnap még azért komoly feladatban voltam. Holnap már munka, ma is lesz feladat még. Úgyhogy, de hát ami miatt kijöttem tényleg az, hogy teszteljem itt a felszerelést, egy picit magamat, a hálózsákot, a sátrat. Itt a Garmint azért már tesztelgettem. Tehát egy gondolat, hogy 860-ashoz képest milyen. Hát én azt gondolom, hogy mindenképp gyorsabb, ez tény. A térképe az sokkal gagyibb. Viszont ami miatt megvettem azt, hogy nagyon hosszú üzemidőt írtak neki, és ez viszont igaz, tehát amúgykor edzés közben ilyen 3 hét után töltöttem föl, ilyen 70 kilométerek után, tehát hogy alig merül, még úgy, hogy navigál akkor is. Komoly forgalmi akadály lett itt nyilván, hogy kamerázok, de ki kell jöjjek a főútra. Szóval ezek teljesen rendben vannak szerencsére. Ilyen idei tesztelős kis minitúrák, hát nyilván a távolság az teljesen jelentéktelen. Viszont az, hogy azért még most is 8,4 fok van, azért az hűvös van. Tehát ugye a képernyőkön jónak tűnik, de higgyétek el, hogy hideg van. A hálózságban rendesen melegen volt. Úgyhogy az megérte, nyilván nyáron nem fogom tudni vinni, mert baromi nagy, de ilyen tavaszi, őszi kintalvósokra szántam, arra viszont teljesen jó. Tudtam tanulni, egy picit menekültem most a világ elől, mert azon kívül, hogy sokan laknak benne, másik negyben most annyi minden volt már a két munkahely mellett, ugye az egyetem. Most gyakorlatilag egy hónapon van hátra, szemekkel kell húzni egy picit. Lett fantasztikus kint aludni, az nekem mindig egy élmény, és főleg azért így kint, mert itt van igazán nyugalom. És egyébként olyan éjfél utántól tényleg beállt minden szépen csendbe. Beállt szépen minden csendbe, ugye a madarak elalszanak, tehát olyan éjfélig csicseregnek. A kutyák folyamatos ugatása úgy elhalkul. Elállt a szél 00:30 hajnalba. A fenyőknek van egy különleges búgása, hogy fújja a tűleveleket. És majd szépen pirkadatkor ilyen 16:30 tájba beindult az élet, megint a madarakkal, aztán a kutyákkal és a pirkadással. És ez egy fantasztikus élmény. Hát nyilván nem a komfortról, meg a wellnessről szól. Én pont ezt így szeretem, úgyhogy megérte kijönni. Igen, megvárjuk ezt is. Hát nem lesz még, nem lesz több, jó? Nagyon köszönöm annak, aki végignézte ezt a kis filmet.
lesznek idén kintalvós túrák, tartsatok velem, mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok! Kövessetek az Instagramon, a Facebookon, a Szabadság Láncok között oldalon megtalálhattok, kövessetek a TikTokon, támogathattok a Patreonon, és akinek nagyon tetszett, szuper köszönet szívecskét küldhet nekem, csak egy helyen ne kövessetek, az utcán. És egy utolsó utáni bejelentkezés, hát a legeslegfontosabbat nem mondtam, mert egyre hülyébb vagyok, gyerekek. Hát éljen május 1-e, a munka ünnepet, lehet ünnepelni a munkát, hát gyerekkorunkban kisdobosként, meg úttörőként kellett. Úgyhogy ne hagyjátok ki, sziasztok, éljen május 1!